Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Adomány a gyermekosztálynak. Egy vadászattal foglalkozó cég nyújtott támogatást. Kutyák és gazdáik versenyeztek. 99 páros mérte össze ügyességét a gyulai tornacsarnokban. Jótékonysági kiállítás. Gyöngyösi Károly munkái láthatók a Pándi galériában. Ünnep lesz, tűzijáték nem. Előzetes regisztrációhoz kötött a részvétel augusztus 20-án. Közel 1 millió forint értékű adományt adott át hétfő délután az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. A Békés Megyei Központi Kórház Réti Pál Tagkórház gyermekosztályának. A szervezet által rendezett Országos Jótékonysági Vadászaton befolyt összegből egy új EKG készüléket vásároltak a Békés Csabai gyermekosztályon, valamint egy pulzoximéterrel is bővült az eszköztár. Ez a nap híre. Egy közel 1 millió forint értékű adománynak köszönhetően új EKG készüléket vásárolhattak a Békés Megyei Központi Kórház Réti Pál Tagkórház gyermekgyógyászati osztályán. A készüléket hétfő már használatba is helyezték, emellett pedig egy pulzoximéterrel is gazdagodott az intézmény. Az adomány az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. Jótékonysági vadászatának köszönhető, melyet minden évben december 27-én rendeznek meg. A kezdeményezést még 2013-ban hívták életre azzal a céllal, hogy a befolyt összegből egészségügyi intézmények számára gyűjtsenek adományokat, azon belül gyermekosztályoknak. Kezdetben csak megyei kiterjedésű volt. Fejér megyében 6 éven keresztül lett megrendezve, ez egy Fejér megyei kezdeményezés egyébként, és 2019-ben eljutott oda a helyi volumen, hogy azt láttuk érdemes egy országos kiterjesztésben gondolkodni. Létrehoztuk a non-profit szervezetet, amelynek kifejezetten az volt a célja és a feladata, hogy megvalósítsa a jótékonysági vadászatot. Ebben stratégiai partnereket kerestünk, megyei szervezeteket, és Békés megye tekintetében egy nagyszerű stratégiai partnerrel egy minőségi jótékonysági vadászatot tudtunk rendezni tavaly év december 27-én. Fejes László hozzátette, az országos jótékonysági vadászatot tavaly is nagy érdeklődés övezte. Az elmúlt évek alatt eddig közel 37 millió forintot tudtak összegyűjteni a programokon, ezzel pedig 17 kórház gyermekosztályát segítették. Egy korszerű 12 csatornás EKG készüléket és egy korszerű pulzoximétert tudtunk vásárolni, aminek az átadására jelen pillanatban került sor, és a jövőben a csabai gyermekosztályon gyógyuló kis betegeknek a gyógyulását fogja szolgálni. A hétfői eseményen az eszközök mellett az adományozó okiratot is átadták a kórháznak és az ügyben segítséget nyújtó partnereknek és orvosoknak. Az alapfelszerelések eddig is biztosítva voltak az osztályon, az új eszközök azonban sokkal modernebbek és gyorsabbak. Minden egyes gyereknek a kivizsgálásához az hozzátartozik, hogy legyen egy EKG vizsgálata, főleg, hogyha mellkasi panaszai vannak, vagy bármi egyéb ilyesmi. És ugye ez már egy olyan EKG készülék, ami nem fogyaszt annyi papírt, mint amit a korábbiak, tehát megvárja, amíg normalizálódik, ugye főleg gyerekeknél eléggé nehéz az, hogy pontosan, tehát ne mocorogjon a gyerek, ne legyenek izomműtermékek, és akkor ezzel már ezt meg lehet csinálni, hogy csak azt a EKG görbét nyomtatja ki, ami teljesen megfelelő. 2019 után idén decemberben is rendeznek országos jótékonysági vadászatot, mely programot Békés megyében is megszervezik december 27-én. 99 kutya gazdapáros mérte össze ügyességét a 24. Medivid Agility kupán és a jubileumi 25. Para Agility kupán. A két napon át tartó versenyre a koronavírus járvány miatt idén csak Ausztriából és Magyarországról fogadtak jelentkezőket. Hibátlanul teljesítette a jumping pályát Noficer Eszter és kutyája Fly, a Magyarországon tenyésztett border collie. Ők rutinos versenyzőként értek vissza Gyulára a hétvégén megrendezett 24. Medivid Agility Kupa és a hazánkban egyedülálló jubileumi 25. Para Agility Kupa országos és nemzetközi kutyás ügyességi versenyére. Felkészültük a kutyákat, hogy meg tudják az akadályokat csinálni külön, meg összefog, és persze mentálisan is kell készülni, hogy az ember izgul, jaj, mi lesz, lesznek emberek, többi kutya, azokra is fel kell készülni, úgy összességében mindenre fel kell készülni,
mentálisan és lelkileg is. A bíró minden versenyre új pályát talál ki. A szabályzat szerint meghatározott akadályokat más és más sorrendben kell teljesíteni. Két versenyen ugyanazt a pályát soha nem futják a versenyzők. Mindig a helyszínen, a futam előtt ismerkednek meg vele, jegyzik meg az akadályok sorrendjét, és tervezik meg a kutyák és saját útvonalukat. Ezen a hétvégén 99 kutya gazdapáros mérte össze ügyességét a városi tornacsarnokban. A kutyák mérete alapján mini, midi, midi plus és maxi kategóriában zajlott az erőpróba. A teljesítmény alapján pedig megkülönböztették a kezdő, agility 1, agility 2, illetve agility 3 teljesítményosztályt. Román Gabriella és kutyája a nemzetközi versenyek legjobbjai között szerepeltek éveken keresztül, Abigail azonban idén a veterán kategóriát erősítette. Abigail már igazából ő végigment a ranglétán, tehát ő A3-ból lett visszaminősítve, mert ő már 12 éves elmúlt. Úgyhogy hát nem visszaminősítve, de azért 12 évesen már nem biztos, hogy 60 centit kéne, mert ő elmileg maxi versenyző, és már nem tudja a maxit megugrani, csak nagyon nyögve, szó szerint nyögve. Úgyhogy aztán vissza, úgyhogy betettem veteránba, így a kényelmes 40 centit ugorja, és boldog. A szervezők folyamatosan szem előtt tartották a járványügyi helyzet alakulását. A résztvevők egészségének megőrzése érdekében számos intézkedést tettek. Beléptetéskorlázat mértek, valamint a versenyterület több pontján is kézfertőtlenítőket helyeztek el, illetve egészségügyi személyzet is jelen volt. A versenyre idén csak Magyarországról és Ausztriából fogadtak jelentkezéseket, a résztvevőknek pedig előzetes vizsgálaton, ellenőrzésen kellett részt venniük. A versenyzők száma azonban így is az előző évek tendenciájától csupán minimális eltérést mutatott. A versenyzőknek és a látogatóknak is át kell esni egy előzetes szűrésen, ami lázmérés jelent, illetve különböző szempontokat adtunk, amikor azt kérjük tőlük, hogy ne látogassák a rendezvényt, illetve igazodva az országos szabályokhoz, voltak olyan országok, ahonnan azt kértük, hogy a versenyzők ne érkezzenek most a versenyünkre. Idén is az Agility két prominens képviselője, Halász Ildikó és Káli Anita segítette a verseny lebonyolítását. Ők nem csak bíróként, de versenyzőként és edzőként is magas színvonalú képviselői a sportágnak. Gyöngyösi Károly festőművész kiállítását nyitották meg csütörtök délután az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete szervezésében a Békés megyei Központi Kórház Pándi galériájában. A jótékonysági célukat is kitűző tárlat a Tájak és virágok szerelmese címet viseli. Zene szóval tért vissza újra a járványhelyzet után a kultúra a megyei kórház Pándi galériájába. A csütörtök délutáni tárlaton Gyöngyösi Károly munkái láthatók. A gyulai születésű művész elmondta, élete alapvetően a sportról és a pedagógiáról szólt, hobbiból kezdett el rajzolgatni, de már 100-nál több kiállítás van mögötte. Vegyes dolgokat hoztam, mert ugye én 75. évemet betöltöttem május 8-án most, és úgy érezzem, hogy egy kicsit kevés idő van már hátra, hogy annyi mindenbe, és sokszor sok mindenbe bele nyúlok, belekapok. Nem ragadok le egy vonal mellett, de inkább az impressionista és a realista dolog között mozgok. Vannak modernebb elképzelésem egy képbe is, ilyen non-figuratív, de nem megyek el a nagyon idézőjelben vad modern vonások felé. Gyöngyösi Károly közel 30 képét hozta el a gyulai tagkórházba. Ezek közül az őszi izzás címet viselő munkáját jótékony célra ajánlotta fel. A tárlatot szervező Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete rendszeres időközönként nyújt segítséget a gyógyító intézmény gyermekosztályának. Az említett kép eladásából származó bevétel is ide érkezik majd. A képet egyébként majd a szervezet őszi rendezvényén bocsátják árverésre. Az egyesületünk 2011 áprilisában alakult, és igazából úgy indult az egyesület, hogy egy civil kör, és elmentünk a jótékonykodás fele, ahol a későbbiekben viszont a kultúrát is felöleltük. És úgy gondoltuk, hogy be kell mutatni a megyében élő művészeknek a munkáit is, és ezzel segíteni az itt élő embereknek, hogy itt is vannak olyan értékek, amit érdemes
megvásárolni. Gyöngyösi Károly kiállítása a következő hetekben látogatható a Békés megyei Központi Kórház Gyulai Tagkórházának Pándi galériájában. A tűzijáték ugyan elmarad, de az ünnep nem. Augusztus 20-án sok program várja a gyulaiakat, akik előzetes regisztrációval juthatnak be a túszínpad nézőterére. Magyarországról, édes hazánkról. Ezek a felvételek még 2016-ban készültek a Tó színpadon augusztus 20-án. Mint a képeken látható, rengetegen gyűltek össze ünnepelni. Az idei év már igencsak másképp alakul, bár az előírásoknak megfelelve 500-an így is bemehetnek majd a nézőtérre. Tűzijátékot ugyan nem rendeznek, az ünnepség viszont nem marad el. Rendhagyó módon, de idén is megtartjuk az augusztus 20-ai államalapítás emlékünnepét, ami azért lesz rendhagyó, mert igyekszünk ugye betartani a jogszabályban foglalt rendeleteket, és így az idei tűzijáték elmarad, de az ünnepi műsor, ami minden évben itt a Tó színpadon szokott megrendezésre kerülni, idén is meg lesz tartva. A polgármesteri köszöntőt követő ünnepi műsort idén a Turay Ida Színház művészei adják. A Szent István Misztérium játék című produkciójuk első királyunk életútját mutatja be. Erre rendhagyó módon regisztrációval lehet bejutni. Azért is rendhagyó ez az évünk, mert előző években ugye mindig lebontottuk a zöld kerítést, hogy minél többen láthassák. Ugye most ezt a jogszabályok nem engedélyezik, ezért a kerítés megmarad, és regisztrációhoz kötjük a nézőtéren elfoglaló helyeket. Így összesen ugye 500 ember fog tudni megjelenni és megtekinteni a programunkat. Ezt a regisztrációt a Művelődési Ház jegypénztárában tudják megtenni a vendégek, illetve egy megadott mobiltelefonszámon, amit szintén az interneten megtalálnak. Az idei megemlékezés annyiban még különlegesebb lesz a korábbiaknál, hogy mindenki egészsége érdekében az eddiginél is szorosabb együttműködésre van szükség a szervezők és az emlékezni kívánók között. Hatásos volt a Maradj Itthon, Nyaralj Itthon kampány, hiszen nagyon sok magyar vendég érkezik Gyulára. Rövid hírek következnek. Amikor márciusban ránk robbant ez a pandémia, akkor nagyon megijedtünk, hogy hogy fog alakulni az évünk. A járványügyi helyzet miatt június 12-én fogadta ismét a vendégeket a Gyulai Hotel Erkel. Az azóta eltelt idő alatt folyamatosan emelkedett a foglalások száma. Tóth Gábor a létesítmény igazgatója kiemelte, hatásos volt az a propaganda, hogy maradj itthon, nyaralj itthon, hiszen nagyon sok magyar vendég érkezik Gyulára. Ellentétben az előző évek arányaival, jelenleg a vendégek 99%-a belföldről érkezik. Ezen belül is Közép-Magyarország és az attól keletre elhelyezkedő régiók számítanak a fő küldőterületnek. A szálloda vendégkörét a nyári időszakban leginkább a családok teszik ki, így a gyerekek szórakoztatása érdekében különböző, nekik szóló programokat szerveznek. Tóth Gábor kiemelte, szimbiózisban élnek a Gyulai Várfürdővel, amely egy plusz kikapcsolódást nyújt a vendégeknek. Tóth Gábor hangsúlyozta, egy esetleges koronavírus okozta második hullám esetén mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne jelentsen nekik problémát. A szálloda munkatársai továbbra is szájmaszkban dolgoznak. Bizonyos munkakörökben a kesztyű használata is kötelező. A létesítmény több területén megtalálhatóak kézfertőtlenítők mind a vendégek, mind a dolgozók részére. Emellett speciálisak a takarítási előírások a szobákban és a közösségi terekben. Összességében sokkal többet fertőtlenítenek. Van, de igazából még sincs. Röviden így lehetne válaszolni arra a kérdésre, hogy húzódik-e alagút a Gyulai vár alatt. A városi legenda minden esetre makacsul tartja magát, az elmúlt években több helyről is futott be olyan jelzés a régészekhez, hogy megtalálták a kivezető járat egy darabját. A témát Liska András régésszel, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetőjével jártuk körül. Végigvettük a lehetséges alagút valószínűsített létezésének legfontosabb helyszíneit, kezdve először a várral. Bár arra készültünk, hogy a világon semmi sem bizonyítja majd, hogy itt épülhetett egy ilyen járat, némi meglepetésünkre a szakember azzal állt elő, hogy a várból vezet ki egy olyan téglaboltozatos járat, melyet alagútnak is nézhetünk. A probléma ezzel inkább az volt, hogy ez igazából nem alagút, és jóval azután épült, hogy a vár elveszítette hadászati jelentőségét,
vagyis semmi sem indokolta, hogy ilyen a menekülésre vagy az utánpótlás biztosítására alkalmas járatot építsenek. Ha a várnál nem is jártunk sikerrel, megnéztük a lehetséges kijáratokat. A legismertebb legenda szerint valahol a mai Petőfi és Erkel tér környékén bukkanhatott felszínre ismét a járat. Ez annál is valószínűbb, mert a középkori város egyik központja is itt volt, illetve a török korban is errefelé épült meg a fürdő, a libék türbéje, a dzsámi és a minaret. A fürdő ma is a katolikus iskola szélső tanterme alatt nyugszik, mellette viszont takaros pókhálóval sűrűn belőtt pince található. Hogy végül pontosan mire jutottunk, az kiderül a híradó után kezdődő Értékőrző című műsorunkból. Aki esetleg később szeretné megnézni ezt, annak YouTube csatornánkat ajánl. Az ország egész területéről érkeztek helyes megfejtések az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Közelmúltban indított online játékára. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, június közepén vette kezdetét a Gyulát akarom elnevezésű kihívás, melyen a Gyulai Várral, az Almási Kastéllyal, illetve az Erkel Ferenc Emlékházzal kapcsolatban jelentek meg kérdések a közösségi felületeken. A legtöbb helyes megfejtést beküldők két fős, két éjszakás szállást, illetve a gyulai kiállítóhelyekre érvényes ingyenes belépőt nyerhettek. Fábián Tamás kommunikációs vezető elárulta, nem volt olyan résztvevő, aki mind a 15 kérdésre helyes választ adott volna. A legtöbb pontot szerző játékos is 14, további 5 személy 13, 11-en pedig 12 helyes megfejtést küldtek be. Volt olyan kérdés, ami szinte minden résztvevőn kifogott, árulta el Fábián Tamás. Az online játékra felajánlott nyeremények 9 megfejtőnek és fejenként egy-egy kísérőnek szólnak, így a legtöbb pontot szerző 6 fő ajándékát már elpostázták. A maradék 3 díjért pedig még 11-en továbbra is versenyben vannak, ők már e-mailen keresztül folytatják a játékot. Köztük szeptemberig dől el, kiküldülhetnek majd Gyulán. Fábián Tamás elárulta. A kihívás célja, hogy a Gyulára érkezők még tudatosabban tudják megszervezni itt tartózkodásukat, hiszen amikor a turisták az úti célukat tervezik, az interneten, a közösségi oldalakon tájékozódnak, így igyekeztek az online felületeiket tartalommal megtölteni és népszerűsíteni. Az ajándékcsomagokban szeptember 1-től felhasználható utalványok szerepelnek, így azoknak sem kell aggódniuk, akik még versenyben vannak. Érdemes azonban odafigyelnük a beérkező leveleikre, mert a hétvége folyamán kapják majd meg az első kérdésüket. A Palacsinták Disneylandje várja azokat, akik ellátogatnak a péntek délután megnyílt gyulai Palacsinta Bistróba. A Krepi Gyulán nyitott a második franchise éttermét. Egyben ez a város első franchise étterme is, amely igazi gasztronómiai különlegességekkel várja a gyulaiak mellett a turistákat is. 2006 óta a Krepi alapja és referencia étterme, a Krepi Palacsinta Ház Miskolcon. Karizs Márta, a gyulai üzlet vezetője, gyermekkori álma vált valóra. Hangsúlyozta, fontos számára a vendéglátás, ezért keresett egy olyan különleges helyet, melyet elhozhatott Gyulára. A Krepi menü sorában találkozhatunk többek között a sós rakaván, valamint az édes díva palacsintával is. Felkereste az Almási Kastélyt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettese. Lapszemle következik. Elvarázsolta az Almási Kastély. Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettese gyulai körtúrája során az Almási Kastélyba is ellátogatott, írta a Gyulakult. Az MTÜ álláspontja szerint Gyula Kelet-Magyarország első számú prémium fürdővárosa. Új mikroszkóppal műtenek az orvosházi szemészeten. Az eszközzel az orvosok élesebb képet kapnak műtét közben, írta az Orvos Café. Fényerő is állítható a páciens kényelme, valamint a hatékonyabb, biztonságosabb beavatkozás érdekében. Moldvából Szegedre. Emléktáblát állítottak Petrás Ince János minorita szerzetesnek, írta a Magyar Kurír. Szülőföldjén több templom építésében és felszerelésében segédkezett, felismerve, hogy csak az anyanyelven végzett lelki szolgálat lehet eredményes. Eredményes túzok költés. Idén legalább 8 túzok fióka nevelkedik a Csanádi pusztákon, írta a kmnp.hu. Mivel az itteni 24 példányos állományban csupán 17 tojó van, és ezek jelentős része még nem ivarérett, így ez a fióka szám nagyon jónak mondható. Kedden hidegfronti hatás érvényesül, vagyis több lesz a csapadék. Jelentős lehűlésre nem kell számítani, egész héten marad a nyárias meleg.
Kedden ugyan marad a hőség, de felhős lesz az ég, csapadékra számíthatunk. A hőmérséklet 19 és 31 fok között alakul. Szerdán is előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet az éjszakai 18-ról délutánra 27 fokig emelkedik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Adománya gyermekosztálynak. Egy vadászattal foglalkozó cég nyújtott támogatást. Kutyák és gazdáik versenyeztek. 99 páros mérte össze ügyességét a gyulai tornacsarnokban. Jótékonysági kiállítás. Gyöngyösi Károly munkái láthatók a Pándi galériában. Ünnep lesz, tűzijáték nem. Előzetes regisztrációhoz kötött a részvétel augusztus 20-án. Ez volt a Gyula TV híradója. Kövessék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevizio.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!